A köztudatban leginkább úgy tudják, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Kara kizárólag tanítóképző, holott már évek óta van lehetőség többek között szőlészborász felsőfokú szakképzést, és ugyanezen a szakon BSC, azaz mérnök alapoktatást is választani. A hallgatóknak egy magas színvonalú felszerelt labor is a rendelkezésre áll, ahol a kémiai alapvizsgálatokat sajátíthatják el. Vas Gúl Zsuzsanna adjunktus beszélt a laborban végzett feladatokról. Elsősorban kémiai alapvizsgálatok, refraktométerrel, mustfok, abból cukortartalom táblázat alapján történő kiszámítása, illetve a várható alkoholtartalom megjelenése. A fókuszban inkább a mikrobiológiai laborjaink állnak, itt szőlő héj szerkezeteket, szőlő magokat vizsgálunk felületi szinten, a mikroorganizmusokat próbáljuk beazonosítani, penészgombák, élesztőgombák, illetve baktériumok esetében, és ezek morfológiai tulajdonságait vizsgáljuk tulajdonképpen mikroszkópikus elemzéssel. A laborok fejlesztési folyamatában arra törekedtek, hogy a mostani borászati üzemek működéséhez legyen releváns a képzés. Nagyon sok üzemben automata, analizátor működik, tehát már a titrelési módszerek nyilván csak a titrálható savtartalom, illetve a szabadkénes sav meghatározásában történnek, illetve az, ami a tudományos oldala ennek a képzésnek, hogy a borászati kémia és borászati mikrobiológia vonatkozásában álljanak rendelkezésre olyan sterilező berendezések, illetve mikroszkopikus vizsgálatokhoz olyan alapeszközök, amivel dolgozni tudunk, és utána a fertőtlenítést és a sterilizálást is meg tudjuk itt valósítani. Vas Gúl Zsuzsanna elmondta, hogy jelenleg inkább levelező tagozatot választják a diákok. Az elméleti oktatáson túl lehetőség van a gyakorlatban is elsajátítani a szakma ismereteit. A főiskolai kar számos helyi borászattal áll kapcsolatba, ahol a hallgatók közvetlen közelről láthatják és tanulhatják meg a borkészítést. Ugyanis a képzések fő preferenciája a külső helyszínen történő gyakorlatok, tehát az, hogy itt bent a laborokban történik vizsgálat, illetve a borászati, kémiai és mikrobiológiai tudományok elméleti és laborsíkon megvalósulnak, azért az üzemekben, a borászati üzemekben történő gyakorlatok a legfontosabbak, és ez közel 3 hónapos összefüggő gyakorlatot jelent. Rendkívül jó kapcsolatban vagyunk a Szekszárdi borvidék és a Tolnai borvidék működő üzemeivel, borászaival. Ez természetesen a borászati technológia tematikának megfelelő üzemeket jelenti, tehát a gravitációs elven működő borászati üzemtől a hagyományos elven működő üzemekig itt arra fókuszálunk leginkább, hogy a technológiai vonal sokszínűségét tudjuk bemutatni a hallgatóknak. Nagyon fontos a gyakorlati oktatás, hiszen a jövő szakembereinek ismerniük kell a ma használatos innovatív technológiákat, amit csak a borászatoknál sajátíthatnak el, így jutnak majd el ahhoz a fázishoz, ami az érzékszervi értékelésben, a kóstolási technikában teljesedik ki. Rengeteg tartálymintát tudunk kóstolni kint üzemekben is, hiszen hetente járunk ki a szőlőfeldolgozás időszaka alatt szüreti folyamatokat megtekinteni, illetve a borkezelési fázisokat is a hallgatók az összefüggő hosszú gyakorlataik során tapasztalhatják meg. Jó néhány borász jelezte felém azt, hogy szívesen fogadják a hallgatóinkat, és hogy van is lehetőség arra, hogy hosszú távon is számíthatnak a munkájukra, tehát hogy akár alkalmazottként és a ranglétrát végigjárva végig tudják akár a karrierjüket építeni, akár a Szekszárdi borvidéken, és én ezt erősítem is a hallgatóinkban, illetve azt is, hogy Erasmusszal sok külföldi országban sok külföldi technológiát tanulhatnak meg, és ezzel a tudással, tapasztalattal visszatérve Magyarországra egy teljesen innovatív technológiával tudnak a borászatok élén már vezetői szerepben is akár megjelenni.
Vasgó Zsuzsanna azt is elmondta, hogy kezdetben még az idősebb korosztály választotta másoddiplomaként ezt a szakot. Napjainkban pedig a fiatalabb korosztály az, aki jelentkezik a képzésre, hiszen trend lett a minőségi borfogyasztás. Nagyon sokan a baráti társaságban, vagy akár az üzleti életben szeretnék ezt csiszolni, és ezzel egy picit akár hobbi tevékenységet folytatni, de azért a fő célcsoport, illetve azok a hallgatók, akiknek saját borászatuk van, akik borászati üzemben dolgoznak, inkább ők azok, akik preferálják ezt a képzést. A legtöbb óraszámban a hallgatók a kóstolási technikát tanulják meg. Rengeteg fűszert, illatmintát, erjedő és kézborokat is kóstolnak irányított körülmények között. Ennek az a célja, hogy memorizálni tudják a fajta jellegeket. Ezen felül rosszabb minőségű tételeket is megízlelnek, így lesznek képesek különbséget tenni egészséges és hibás borok között.